mostani videóban, ahogy már a címből is láthattátok, el fogom kezdeni életem első bullet journalét. Én már másodikos korom óta, tehát amióta tudok írni, vezetek naplót napi rendszerességgel, de 15-16 évesen ezt abba hagytam, és ugye a határidő naplókat próbáltam vezetni, de egyik sem vált be, és mindegyiket mindig félbe hagytam az év közepén. Úgyhogy ezért döntöttem most, hogy belevágok és elkezdem a budzsót. Aki nem ismerné esetleg, hogy mi is a budzsó, ez lényegében egy jól átgondolt, minimalista, a józan paraszti észre támaszkodó, letisztult rendszer, ahol nem kell különféle keretek közé szorítanod magadat, hanem teljesen szabadságot kapsz afelől, hogy hogyan rendszerezed a dolgaidat. A budzsó ezen kívül egy kreatív tevékenység is, egyfajta flow. Tehát lehet bele rajzolni, idézeteket írni, képeket ragasztani, bármit, és én szerintem erre fogom a legnagyobb hangsúlyt fektetni az enyémben. De kezdjünk is neki! Én már egy kis dobozban összegyűjtöttem pár dolgot, amit szerintem használni fogok. Köztük néhány nyomtatott kép van, akkor matrica, színes papírlapok, ez a díszítőszalag, illetve szükségem lesz még ollóra, ragasztóra, meg szerintem ezt a fekete tollat fogom végig használni. Vázlatfüzetnek nem a tipikus, pontos bullet journalt választottam, hanem egy Derwent márkájú, belül sima, spirálos sketchbookot, aminek kitéphetőek a lapjai, ami nekem kifejezetten tetszik, előny lehet, ha elrontok valamit. A továbbiakban szerintem így rá fogom mondani a szöveget, így több vágókép lesz, és talán élvezhetőbb, illetve gyorsabb lesz a kivitelezése is. Arra gondoltam, hogy az első oldalt egy illusztrációval fogom kezdeni, úgyhogy ezt rajzoltam most meg, és ide fogom még írni köré, hogy my bullet journal. És akkor ez ilyen kezdőképnek szerintem jó is lesz, és akkor itt kezdjük majd el az évet, illetve a hónapot. Készen is vagyok az első oldallal, szerintem nagyon illik hozzám, és ez az illusztráció is hasonlít rám. Kicsit ugye túloztam például az állával, mert elég keskeny lett. A következő oldalakon viszont már egy kicsit más, minimalistább, letisztultabb stílus szeretnék képviselni, illetve mindenképpen meg akarom csinálni a havi tervezőt is, úgyhogy most ezt következzem. És kezdtem az éves tervezőt, vagyis hát ilyen havi bontásban az éves tervezőt, ugye 2021-et, és most ezt láthatjátok, igen, itt a telefonomon a naptárt használtam segítségül, hogy ne tudja kiírkálni minden dátumot rendesen. Illetve ami még furcsaság lehet, Monday, tehát hétfővel kezdtem a hónapokat, mert egyszerűen ezt szoktam meg, úgyhogy ez az, ami furcsaság lehetett. A következő oldalra pedig a január került, mint hónap, és bele is vágtam. Január
hónapot egy szokás követővel indítom, és annak a összeállításával kezdtem el. Ennek, mint láthatjátok, az lesz a lényege, hogy különböző szokásokat, tevékenységeket kijelölök, és napi szinten tudom majd jelölni, hogy aznap teljesítettem-e azt, tehát egy ceruzával be fogom tudni satírozni. És felírásra került például a Biblia olvasása, a zumbázás, illetve az, hogy a különböző social media felületekre posztoltam-e az nap. Igen. A január hónaphoz került még egy eladott termékeim fülecske is, vagy lapocska, ahol ezeket fogom majd vezetni. Sokat szoktam postán feladni levelet, ezért fontos számomra, hogy mindig kövessem az adott levélküldeményeknek az árát, úgyhogy ezt is felírtam egy papírra, illetve a helyes címzést is egyszerűen mindig elfelejtem, hogy hogy van, úgyhogy azt is felírtam, és a következő oldalon ezek lesznek láthatóak. Illetve majd a bankszámlaszámokat is odaírom. Mellette levő oldalra pedig a művészettöri tételeket írtam ki, plusz egy idézetet, és mivel ez most az egész januári hónapomat lefedi, hogy a művészettöri tételekre készülök, ezt ragasztottam ide, illetve majd a vizsgát is oda tudom írni, hogy mikor lesz. És akkor el is kezdtem a január 1-jét. Ez ilyen nagyon napló jellegű volt az első napomnak a leírása, tehát ezt konkrétan leírtam, hogy mi történt aznap. Fontosnak tartottam, hogy az első napot így kezdjem, mert tényleg szuper dolgok történtek, és egy kis emlék is, de a következő napokat nem fogom ilyen napló szerűen leírni, mert nem hiszem, hogy lesz rá idő, meg nem is fog annyi minden történni. Úgyhogy az első napom még ilyen volt, illetve a második napra került egy dalszövegből idézet, amit aznap hallgattam, és ilyen kis csillagokkal is díszítettem a napokat. Step 1. Wake up, early gonna rise with the sun. Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think real hard about what you wanna be. Step 4. Fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though.
ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Ezekhez az első tételen került felírásra, illetve a bevezetője, hogy mi is a reneszánsz. Erről írtam pár sort. Szerintem én itt abba is hagyom a videózást, ugyanis van egy olyan érzésem, hogy van elég anyagom, illetve nem akartam így tovább belemenni a januárba. Ha érdekel titeket, akkor január végén megmutatom, hogy hogyan fejeztem be ezt a hónapot, illetve ugye több ilyen éves dolog belekerült, ami az év során kerül majd kitöltésre, például a filmes lista. Összességében elégedett vagyok, így kezdetnek nem rossz, viszont már most látom, hogy mi az, amit másképp szeretnék csinálni majd a február hónapban, vagy hát a következő napokban. Hogyha érdekel titeket, akkor a január végén megmutatom, hogy hogyan zártam ezt a hónapot, milyen lett teljességében a hónap, a január. Minden esetre, ha feliratkoztok, akkor semmiképpen sem maradtok le. További szép napot nektek, sziasztok!